30 éve történt a világ egyik legsúlyosabb nukleáris balesete, a csernobili atomerőműben történt katasztrófa, emberek millióinak életét változtatta meg a Földön. Dr. Szőlősi Tibor ideggyógyász főorvost, aki akkor a Técsői Kórházban dolgozott, a katasztrófa helyszínére küldték. A 12 fős mentőcsoportból egyedül ő maradt életben. A nyugalmazott főorvos jelenleg a megyében él, és személyesen beszélt emlékeiről. Nagy Ágnes riportját látják. A csernobili baleset az egyik legsúlyosabb katasztrófa volt az atomenergia felhasználásának történetében. 1986. április 26-án hajnali 1:30-kor az atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás miatt kigyulladt, amit robbanások sorozata követett. A mai Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország területén hatalmas területek szennyeződtek, körülbelül 200 ezer embert kellett azonnal kitelepíteni. Dr. Szőlősi Tibor akkor fiatal ideggyógyászként dolgozott a Técsői Járási Kórházban. Őt azonnal a helyszínre küldték. Nagyon sokan, legalábbis aztán, mikor már 1000-en felül voltunk, már úgy értem a munkások, az építőmunkások, eltitkolták a latens betegségeiket. Egyedüli ok az volt, hogy háromszoros fizetést, bért ígértek nekik, akik vállalják az ottani munkákat, és ezért bizony ezzel a céllal, hogy hát keressenek, eltitkoltak betegségeket. Értem ezzel az epilepsziát, meg a hozzá hasonló ideg, meg elmebetegségeket, cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, stb. És az az állapot, a megfeszült ideg állapot, a munkakörülmény meg minden összességében bizony-bizony, hogy felszínre hozta ezeket az eltitkolt latens, hogy úgy mondjam, állapotokat. Ezért sok munkást haza kellett küldeni, éppen emiatt, hogy exacerbálódott a betegsége, és egyáltalán az állapotuk romlott. Mit tud azokról, akikkel együtt elment? Mi történt velük? Annyit tudok, hogy a kompakt úgymond csapatból, akikkel napi kapcsolatban voltam, voltunk, úgy, mint munkakapcsolatban, úgy, mint ember-emberi kapcsolatban, 12-en voltunk, 11-en már sajnos eltávoztak. Néha úgy elgondolkodom, és most ugye 30 éves, hogy úgy mondjam, évforduló kapcsán is, hogy a legnagyobb csoda az egész, hogy én még élek. Mert sokkal fiatalabbak voltak, akik elmentek. A tüdőrák, gyomorrák, fehérvérűség. Szóval minden okuk megvan, hogy most, hogy nem most, hanem akkor már eltávozzanak, már évekkel ezelőtt. Természetesen a szovjet vezetés megpróbálta elhallgatni az ügyet, de a svédek még időben észrevették a radioaktív felhőket, így figyelmeztetni tudták a világot. Ezeken a felvételeken az látszik, hogyan észlelték az atomfelhőt a levegőben. A baleset a szocialista tájékoztatás politika legnagyobb kudarca lett, és erősen hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához. Az első jelentéseket csak 2 nap múlva adták ki, a központi pártlap pedig csak a május 1-jei ünnepségek után számolt be róla. A Magyar Rádió így jelentette be a történteket. A szovjetunióbeli csernobili atomerőműben baleset történt. A jelentések szerint az egyik reaktor sérült meg, és többen megsebesültek. Az illetékesek megkezdték az ukrajnai atomerőműben keletkezett üzemzavar megszüntetését. A károk felszámolására kormánybizottságot hoztak létre. Az Energia Klub vezető tanácsadója szerint a baleset alapjaiban rengette meg az emberek atomenergiába és a tudományba vetett hitét. 86, azt gondolom, hogy egy olyan dátum az atomenergia életében, ami gyakorlatilag onnantól kezdve csak lefelé volt. Én azt gondolom, hogy az embereknek a hozzáállása egy technológiához az nagyon sokat nyom alatban, azt tekintve, hogy a társadalom elfogad egy technológiát, avagy nem, és az atomenergiával szemben ellenállás és ellenérzésnek az egyik legfontosabb sarokpontja és dátuma az 1986, amikor is tulajdonképpen egy ellenőrzött művelet zajlott, és mégis elszaladt a reaktor, és az lett belőle, ami lett. 2011 márciusában pedig bekövetkezett az elképzelhetetlen, a japán fukushimai atomerőmű balesete.
Egy földrengés és az azt követő cunami romboló hatásai súlyos nukleáris üzemzavarok és balesetek sorozatát indították el. A becslések szerint az okozott szennyeződés összemérhető az 1986-os csernobili atomkatasztrófa hatásaival. A környékbeli földeken mért radioaktivitás szintje is összemérhető a csernobilivel, de a szennyezés kiterjedése itt korlátozottabb. A stúdióban köszöntöm vendégemet, Tarján Péter fizikust, jó estét kívánok! Volt itt a végén, a bejátszás végén egy összehasonlítás, a fukushimai és a csernobili katasztrófa összehasonlítása. Melyik volt a tragikusabb? Hát mindenképpen a csernobili volt a tragikusabb. Többek között ugye itt ez a bejátszásban említett kommunikációs mismásolás következtében is. Ezzel egy picit a japánok is próbálkoztak, de azért a Csernobil óta eltelt, akkor 25 év óta fejlődött sokat a reaktor technika, és az ottani, a japán reaktor az azért biztonságilag egy fejlettebb típus volt. Ezért kevésbé kiterjedtek a károk, bár valóban mind a kettő a Csernobil után bevezetett nemzetközi nukleáris esemény skálán a lehető legmagasabb besorolást kapta, a 7-es besorolást. Mennyit dolgoznak ezen a szakemberek, a fejlesztők, a biztonság megteremtésére gondolok, hogy biztonságos legyen egy ilyen rendszer? Mert ugye 30 vagy 25 év elteltével is történhetnek meghibásodások, üzemzavarok, és milyen irányúak ezek a fejlesztések? Hát a fejlesztések eléggé sok irányúak. A csernobili típusú reaktor az olyan szempontból nagyon furcsa és nagyon hát elavult típusú reaktor volt, amiből hál' Istennek nem sok van már a világon. Talán Oroszországban van 11 darab és ennyi, ami működik. Ezeket is a 2020-as, 30-as években le fogják állítani. A reaktor biztonságnak a megteremtése gyakorlatilag magának a reaktor zónának a geometriai megtervezésén is kezdődik. Annak a paraméterek megfelelő megválasztásával el lehet érni azt, hogy a reaktor ellenállóbb legyen a üzemzavarok ellen. Tehát például az, hogyha, ami Csernobilán is történt, hogyha megszalad a reaktor, azaz hirtelen elkezd több energiát termelni, akkor magából a felépítésből adódóan visszaszabályzódik a láncreakció. Ez a Csernobilinál sajnos nem ilyen volt, és ezért tudott ennyire eszkalálódni a helyzet. A nálunk található paksi típusú nyomott vizes reaktorblokkok, azok ilyen szempontból jobban megtervezett, inherensen biztonságosabb reaktorok. A másik probléma pedig a biztonság megteremtésével, hogy hát sajnos olyan, hogy 100%-os biztonság nem létezik, illetve az végtelen mennyiségű pénzbe kerül, tehát valahol meg kell húzni a határt a biztonsági tényezőknek a megállapításánál. És hát a japán katasztrófánál ott egyszerűen az volt, hogy a nagy földrengés okozta még nagyobb szökőár, az elárasztotta a reaktor bizonyos kritikus helyiségeit, a reaktor leállt, de a hűtővizet azt továbbra is keringetni kell, szivattyúztatni kell, és ezt nem lehetett biztosítani, hiszen a tenger elöntötte ezeket a helyiségeket. Egy másik fontos kérdés, hogy a keletkezett károk 100%-osan elháríthatók-e? Ez mindig a privát ember fejében megfogalmazódik, és ugye lehet hallani arról, hogy Japánban még mindig vannak területek, ahol igenis mérik és jelzik a sugárzást a mérőeszközök. Hogyne, igen. Sajnos nem lehet elhárítani teljes egészében, tehát a japán fukushimai reaktornál is egyszerűen azok a vízzel teli hordók állnak sorban, hosszú sorokban a reaktor környékén, azokat a vizet, vagy azt a vizet tárolják benne, amik a reaktor vészleállításánál a reaktor hűtésére szolgáltak, az a víz radioaktív lett, nem lehet semmi másra elhasználni, nyilván nem lehet beleönteni a tengerbe biztonságosan, egyelőre nem tudnak vele mit kezdeni. A probléma a nukleáris hasadáson alapuló reaktorokkal az, hogy nagyon hosszú életidejű radioaktív izotópokat termelnek, amiknek
amiknek az elhelyezésére eleddig nem találtak igazán megoldás. Jó módszert, igen. Hogyha azt kérdezném, hogy melyik ország vagy melyik nemzet tud jól és biztonságosan építeni atomerőművet, akkor mit mondaná a záró kérdés, mert ez egy nagyon rövid válasz lehet még? Hát nem sok ország tud, eleve az atomreaktoroknak a követelményei olyan magasak, hogy eleve kevés ország van erre technikailag felkészülve. Franciaország nagyon sokat használ. Reméljük, hogy most már az oroszok is tudnak, annak fényében, hogy mi is a paksi bővítést a reaktorait tőlük fogjuk vásárolni. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.